Túrja remetén járunk, egy hegyi kis térségben, ahol Ukrajna függetlenségének 32. évfordulója alkalmából emlékparkot avattak a hazájukért életüket áldozó helyi katonák tiszteletére. Az eseményen a közösség apraja nagyja összegyűlt, hogy leróják kegyeletüket. Nagyon fontos eseményen vagyunk most jelen, amely szorosan kötődik Ukrajna függetlenségének napjához. Azoknak az embereknek köszönhetően, akik életüket áldozzák hazánkért, tudunk mi itt hátországban élők boldogulni és megünnepelni augusztus 24-ét. Szeretnénk, ha gyerekek, szüleik, térségünk minden tagja sohasem felejtené el ezeket a hősöket, és imáikba foglalnák őket. Szeretnénk, ha a felnövekvő nemzedék megjegyezné, hogy háborúval, öldökléssel nem lehet egymás közötti, országok közötti konfliktust megoldani, mert az emberi életnél nincs drágább. Magyarország ungvári főkonzulátusának tagjai is lerótták kegyeletüket az elhunytak előtt. A külképviselet jó kapcsolatot ápol a helyi vezetéssel, amikor csak tehetik, segítenek, hogy könnyebbé tegyék az itt élők hétköznapjait. Magyarország ungvári főkonzulátusa mindig kiemelt figyelmet fordított a Túrja remetei kis térségre. Nagyon sokszor segítettünk már itt, segítettünk bútorokkal, illetve kisbusszal is a Túrja remetei térséget. Sajnos másfél éve tart ez a szörnyű háború, amely nagyon sok áldozattal jár. Többek között a Túrja remetei térségnek is van 7 katona, aki elesett a fronton. Ennek az emlékére avattak egy emlékparkot, ahol az ungvári főkonzulátus lerótta a tiszteletét. A főkonzulátus nem csak a korábbiakban, most is támogatja a Túrja remetei kis térséget. Most a lehetőségeinkhez képest ukrán nyelvű mesekönyvet hoztunk az itteni gyermekeknek. Balogh Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház cigánymissziós lelkésze nem idegen a Túrja remeteiek számára. Az elhivatott lelkipásztor a háború kezdete óta nyújt segítő jobbot az itt menedékre lelt áttelepültek és helyiek számára egyaránt. A Túrja remetei kis térség 1750 menekültet fogadott be, és ők egyáltalán nem voltak felkészülve, mint ahogy mi sem a menekültek befogadására. És amikor ide kerültem a barátaimmal ebbe a kis térségbe, itt ült a polgármester asszony és a vezetőség a községházán, és nagyon össze voltak törve, olyan gonddal néztek szembe, amit fel sem foghatunk emberileg. És én megjöttem a barátaimmal, és azt kérdeztem, hogy mit tudunk segíteni, konkrét segítségben. Voltak invalidok, onkobetegek, infarkt utáni, agyvérzéses betegek, akiknek komoly gyógyszer kellett vásárolni. A barátaim segítségével rengeteg gyógyszert tudtunk itt helyben vásárolni a vezetőséggel együtt. Megbeszéltük, mikre van szükség, háztartási technikától kezdve az egyszerű mindennapi élelmiszerig mindenben próbáltunk segíteni. Aztán Isten úgy engedte, hogy van itt egy inkluzív center, ahol 35 gyereket segítenek, hogy tudjanak ők is tanulni. Ebből a 17 községből próbálják összehordani a gyerekeket ebbe a centrumba. És Isten segítségével vásároltunk egy ilyen speciális buszt, aki tudja a gyerekeket összeszedni, elvinni oda, ahova szükség van. A múlt esztendőben megrendeztük itt az első családi napot. Egy olyan sportesemény is sorra került, ami Futball a békéért elnevezést kapta. Ennek az esztendőnek a függetlenség napjára elkészítettünk egy nagy morinót, ahol az elesett katonáknak van az arcképe, és a hátunk megett lévő morinó is, ahol Ukrajna szimbóluma van rajta. Isten segítségével ezek a dolgok létrejöttek, és odaálltunk az elesett katonák feleségei mellé, szülei mellé. Van olyan elesett katona, akinek 6 gyereke maradt itt. Ők folyton segítséget kérnek, folyton problémában vannak. A legnagyobb gond az elesett állapot, amiben lelki támasz, lelki vigaszt kell nyújtani. A kistérség lakói bíznak abban, hogy a háború hamarosan véget ér, és nem fog tovább bővülni az emlékparkban elhelyezett katonák nevének és fényképének száma.